Vezetékek a sínek felett ezen a korábbi pécsi felvételen. A nagy feszültség okozott tragédiát a Szentlőrinci állomáson egy rakodáson. Az ügyészség most emelt vádat az ügyben. Az egyik vádlott ügyvezetője, a másik vádlott és a sértett alkalmazottja volt annak a gazdasági társaságnak, amely 2021. április 20-án a Szentlőrinci vasútállomáson rakodási munkálatokat végzett. Ezt a tevékenységet úgy végezték, hogy egy rakodógép segítségével a vágányon álló vagonokba felülről juttatták be az ömlesztett terményt. Az ügyvezető vádlott a másik vádlottat bízta meg a gépkezelői feladatok ellátásával, a sértettet pedig segítőül rendelte mellé. Az ügyvezető nem jelent meg a rakodás helyszínén, és munkavédelmi oktatás sem tartott a munkatársainak. A gépkezeléssel megbízott vádlott a rakodás előtt átvette a rakodási engedélyt, amiben szerepelt az, hogy a 8-as számú vágány feletti felső vezeték nincs feszültségmentesítve. Továbbá, hogy a nagy feszültség alatt álló berendezéseket tilos 3,2 méternél jobban megközelíteni. A vádlott nem olvasta el a rakodási engedélyt, így nem szerzett tudomást arról, hogy nem történt feszültségmentesítés. A rakodás során elérkeztek az utolsó vagonhoz, ami már a nagy feszültségű vezeték alatt állt. A sértett felmászott a vagonba, hogy felülről irányítsa a szállító szalag csőrét, amikor a vezeték áthúzott rá, lángra kapott a sértett ruházata, és súlyos égési sérüléseket szenvedett az egész testén, amelyek következtében 3 nap múlva elhunyt. Az ügyvezető és a másik vádlott, a gépkezelői feladatokat ellátó vádlott is megszegték a munkára vonatkozó biztonsági előírásokat, illetve a munkavédelmi előírásokat. A vádlottak foglalkozási szabályszegése és a sértett halála között ok-okozati összefüggés áll fenn a vádirat szerint. A szigetvári járási ügyészség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolja a két férfit, akiknek büntetőjogi felelősségéről a szigetvári járásbíróság fog dönteni. A megvádolt ügyvezető esetében letöltendő szabadságvesztést indítványoz a vádiratban az ügyészség, míg a megvádolt gépkezelő esetében felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását kérik. A vádhatóság a büntetés mértékére is javaslatot tett. Az ügyvezető esetében 1 év 6 hónap börtönbüntetést, a gépkezelő esetében 1 év szabadságvesztést javasoltnak, 2 év próbaidőre felfüggesztve.